Sziasztok és üdv újra a csatornán, én Panni vagyok, és ahogy a címből is láthattátok ebben a videóban, egy vászontáskát fogok megfesteni. Trópusi mintásra. Igazából utálom a DIY videókat, de nagyon-nagyon szeretem viszont a vászontáskákat, és egy barátnőm Dori megkért, hogy készítsek neki egy trópusi mintás vászontáskát, és a trópusi mintát is imádom, meg a zöld cint is imádom mostanában, úgyhogy mivel az volt az alkalom, gondoltam, hogy készítek belőle egy videót, mert a vászontáska jó dolog, és szerintem tök jó, hogy lehet rájuk rajzolgatni, meg egyedivé tenni, úgyhogy nektek is ajánlom. Amit most még elmondok a videó elején, az az, hogy miket használtam a vászontáskához. Természetesen használtam egy vászontáskát, ami 500-600 forint körül mozog hobbiboltokban kapható. Családom is mozog, úgy hallom. Valamint, természetesen, ceruzát. Ceruzát szerintem mindenkinek van otthon, aztán textilfilcet. A textilfilcet ilyen 1000 forint körül lehet kapni hobbiboltokban, és elég sokáig kitart, úgyhogy szerintem megéri, hogyha tudjátok, hogy több mindenre rajzolgatnátok vele. Valamint kell még hozzá természetesen festék, zöld festék, hogyha ti is trópusi mintásat szeretnétek készíteni. Én háromféle árnyalatot használtam, viszont az árukat nem tudom, mert az Dori adta nekem, úgyhogy fogalmam nincs, de nagyon sokféle festék kapható ugyanígy hobbiboltokban, úgyhogy nézzétek meg és választjátok ki a legolcsóbbat, hogyha azt tetszik nektek. És ami még kellett hozzá, az víz, ecset, vécépapír vagy ilyen konyhai törlőkendő, ami felszívja a vizet, és ilyen kis tárgyakat is használtam, amikbe a festékeket kiöntöttem, de ezt majd még meglátjátok a videóból is. Még soha nem festettem igazából vászontáskát, úgyhogy ez volt az első alkalom nekem, és meglepően nehéz volt, mármint hogy amíg nem jöttem rá, hogy kéne csinálni, szóval majd ebből a videóban meg tudhatjátok az én kis tanulságaimat is, a dolgokat, amik nekem tanulságosak voltak, és igazából ennyi. Kezdjük a videót! Ahogy a videó elején is elmondtam, itt láthatjátok a szükséges hozzávalókat a vászontáska festéshez. Én pedig inspiráció kereséssel kezdtem a dolgokat, ezt nektek is ajánlom, hogy Pinteresten vagy csak Google-n keressetek rá trópusi mintákra, trópusi levelekre, trópusi növényekre, akármire, és nézegessetek képeket, amik olyanok, amilyet amik hasonlóak ahhoz, amilyet ti is szeretnétek csinálni, mert így könnyebb elkezdeni. Én úgy kezdtem ezt a táskát, hogy rajzoltam egy keretet az egész képnek, nem muszáj, hogy ti is rajzoljatok keretet neki, de Dori azt szerette volna, hogyha én egy keretet adok az egésznek, és így azon belül festem meg a leveleket, a zöld trópusi leveleket. Nem annyira látszik, de most ceruzával fel fogom vázolni azt a leveles rajzot, amit én fogok kifesteni majd, és hát tényleg nem látszik igazából, mert annyira halványan rajzol a ceruza, de egy kicsit ide zoomoltam nektek, hogy személyre vehessétek, hogy miket rajzoltam. Ez teljesen random, csak úgy elrendezgettem különféle fajtájú növényeket. Ezután pedig körbe rajzoltam a kontúrjukat a... hogy hívják ezt? Mivel? Ezzel a kis filccel. Textilfilccel. És igen, ahogy láthatjátok, mindegyikenek a ceruza körvonala az nem volt ennyire precíz és pontos, tehát inkább a filctollal rajzolgattam meg a kisebb leveleket, meg a lyukakat a levelekbe, meg minden egyéb dolgot, és így készült a táska. Igazából nem vettem fel az egészet, tehát hogy minden egyes levelet, hogy rajzolok meg ilyesmi, mert tényleg nagyon-nagyon hosszú folyamat volt, és így is betelt a tárhelyem kétszer is, szóval nem is tudom, hogy mi lett volna, hogyha az egészet felveszem, de a nagy részét, szóval igen, a nagy részét igyekeztem, és a nagy részét sikerült is kamerával rögzíteni. Tehát így néz ki körberajzolva a kép, és ide is ide zoomoltam. Ezután pedig jöhet a festés. A kis tárkákba kinyomtam a háromféle zöld festéket. Ezt fel kellett volna gyorsítanom, úgy érzem, de igazából így még érdekesebbnek néz ki. Szóval kinyomtam az első az egy ilyen mentás színű festék, a második az egy sötétzöld színű festék, és nagyon-nagyon izgi, ahogy éppen azt nyomom. Mindjárt jön a harmadik, ne aggódjatok. Szóval, itt jön a harmadik, igen. Ezt, mert annyira szépen nézett ki, hogy kinyomtam, gondoltam, hogy közelebbről is felveszem, mert tök jó. Na,
végre bele van gyorsítva egy kicsit, tehát itt már használtam az ecsetet, a vizet és a festéket is, és nem tudom mennyire látszik, de itt eléggé szenvedtem eleinte a festékkel, mert annyira száraz volt, de egy idő után realizáltam, hogy ha több vizet rakok hozzá, akkor könnyebben haladok. Amit viszont nem realizáltam, az az, hogy be kellett volna raknom egy fehér papírlapot, vagy csak simán egy valami papírlapot, egy kartont a táska két oldala közé, mert így sajnos átütött a festék a túloldalra is, nagyon okos voltam, szóval ez nagyon fontos dolog, hogy ne felejtsétek el. Közben eléggé beindultam, igen, itt az előbb láthatátok, ahogy éppen realizálom, hogy hibát követtem el. Szóval, amit csinálok, az tulajdonképpen az, hogy minden egyes levélhez egy másikféle zöld színt használok, és aztán a sötét, tehát hogy egy sötétebb árnyalattal árnyékolom őket, és egy világosabbal pedig világosítom őket. Volt, amihez eleve a legvilágosabb árnyalatot használtam, ezen nyilván nem világosítottam, hanem összekevertem aztán a világosat a legsötétebbel, és úgy árnyékoltam. A középzöldhöz tudtam használni sötétítésnek a sötétzöldet, világosításnak a világoszöldet, a sötétzöldet pedig ismét szintén csak világosítottam, mert azon sötétíteni már nem tudtam. Ahogy láthatjátok, kicsit bele is gyorsítottam, de alapvetően egy viszonylag hosszú folyamat volt ez a festés, és nem is lett annyira precíz, úgyhogy ne ijedjetek meg, hogyha nektek is kimegy a vonalból, vagy ilyesmi, meg hogyha elsőre furán néz ki, mert tényleg nagyon sokat tud rajta dobni az, hogy világosítotok rajta, és hogy sötétítetek rajta. Igazából, hogy hova raktam a fényeket, meg az árnyékokat, az csak itt teljesen random, és így is jól nézett ki, úgyhogy nektek is azt tudom tanácsolni, hogy csak úgy érzésre, ahova gondoljátok, hogy jól néz neki egy kis árnyék, vagy egy kis fény, oda rakjatok. És igen, például ez a levél, amit most festek, ez a legsötétebb zölddel készült, és egy kis világossal világosítottam ki a világos részeket. Ez a levél ismét egy középzöld szín, a szárát sötétzölddel húztam meg, és nagyjából ennyi is az egész folyamat. Mixeltem is egyébként a színeket, szóval nem csak az alapszíneket használtam, hanem ahogy jól esett, össze-vissza variáltam őket. És festegetés, lalalala. Igen, így utólag is világosítottam rajtuk, és utolsó lépésként pedig újra kihúztam a kontúrjukat, mert rájöttem, hogy elég csúnya lett, úgyhogy átlettek festve, meg csomószor kimentem a vonalból is, úgyhogy ez egy fontos lépés volt, hogy kontúroztam újra őket, és a keretet azt nem rajzoltam át teljesen a kontúrral, hanem csak a leveleknél, ahogy mindjárt a végeredménynél is látni fogjátok, hogy rajzoltam meg a keretet. De alapvetően nekem nagyon-nagyon tetszik a végeredmény, szóval így néz ki, nagyon szuper, nekem is tetszik, és egy nagyon fontos utolsó lépés az az, hogy át kell vasalni, miután teljesen megszáradt a festék, át kell vasalni a táskát. A festékes dobozra az volt írva, hogy egy vasalópapíron keresztül vasaljam át, én természetesen nem olvastam el ezt az utasítást, úgyhogy csak kifordítottam a táskát, és úgy vasaltam át jó alaposan a festéket. Aztán gondoltam, hogy miért is ne inkább átvasalom simán is, nem lett igazából semmi baja, szóval kárt nem szenvedett a táska, és ezzel készen is van. Szóval készen is lett a táska, így néz ki, ahogy látjátok, tök jó, nagyon menő szerintem, meg a trópusi minta az amúgy is menő mostanában. Úgyhogy ha tetszett nektek, akkor ti is próbáljátok ki bátran, én nagyon ajánlom. És ne felejtsétek el, hogy a papírlapot be kell rakni a táska két lapja oldala közé, hogy ne üssön át a festék, ez nagyon fontos dolog, valamint, hogy rendeltetésszerűen vasaljátok át, ahogy rá van írva a túlsakra. Ma nem megy a magyar nyelv, de nem baj. Igazából szerintem ennyi. Hogyha nem vagytok még feliratkozva, akkor iratkozzatok fel és lájkoljátok ezt a videót. A Facebookos és Instagramos elérhetőségeinket megtaláljátok a leírásban, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!